A köszönés a hagyományos, vagy mondhatnám a szokásos, ami mögötte van az azonban sokkal több és másabb, mint egy labdarúgó mérkőzés, hiszen itt ma este, mint a szurkolók kiabálásából is hallatszik, egyfajta válaszadásról van szó. Európa, Európa harsogja a stadion, amikor kijön a Slovan Bratislava szakvezetői gárdája, hogy elfoglalja a helyét a kispadon. Azok kedvéért, akik nincsenek itt a helyszínen, de aggódnak, hogy mi minden történhet, itt látható Dusan Galis edző és segítői. Szóval egyelőre minden rendben van, és ezt örömmel jelenthetem. Azon a részen, ahová magyar szurkolók vehettek jegyet, teltház és nagyon jó hangulat, amikor a csapat már kijött melegíteni, lehetett érezni, hogy nagyon egymásra találtak a játékosok és a közönség. Azon a részen, ahol a szlovák szurkolók vannak, szerencsére nincsenek sokan. Ezt a szerencsére, ezt nem rossz szándékkal mondom, de valóban az lenne a legjobb, ha békében lezajlana a mérkőzés, és semmiféle incidens nem lenne a pályán kívül sem. Ami a Ferencváros összeállítását illeti, Szorin Csigán kezdőember lett, mint azt már korábban Nyilasi Tibor megjósolta, ismét jár. Hermann Neuberger tiszteletére volt, és emlékére a gyászszünet. A FIFA végrehajtó bizottságának tagja volt, a legutóbbi 5 világbajnokság szervező bizottságának vezetője. Szép kezdés, megható kezdés, szokatlan kezdés klubmérkőzésen. Pálink, Telek a labdával. Simon. Vukovics adja vissza, Albert. Slován bedobás. Simon ugrik fölfejelni, Teleknél marad a labda. Pálink cselezget befelé. Lipcsei. Remek labda Kellernek. Hosszú a labda átvétel, és ezzel oda a helyzet. Minden esetre megvolt az első lehetőség. Szorin Csigán. A hangulat érzékeltetésére még csak annyit, ha most át lehetne adni. Tudom, hogy ilyen nincs, de mégis azt az akaratot, ami a közönségben van, azt a lelkesedést a pályán lévő játékosoknak, akkor sima lenne a továbbjutás. Telek. Természetesen vigyáznia kell a Ferencvárosnak, nem mehet fejetlenül előre. Albert remekül perdítették neki. Fodornak a kiugratás, hosszú, Bentel. Érzékelhető a Ferencváros nagyobb elszántsága, mint az első találkozón. Kár, hogy ott nem voltak hasonló erények. Stupala. A 22. percben járunk, Fodor maradott a labdánál. A bíró mutatja, hogy várja meg a sipszót. Pálink elfut, Fodor emel. Ó, nem, így lehet belőle valami, Lipcsei mellé. A második rövid zárlat a szlován védelmében. Úgy festett, hogy gyatra rossz megoldás. Kellett hozzá ez a hatalmas hiba. Lipcsei talán, ha nem állít jobb. A jobb lábbal egyből megpróbálja kapura lőni. Telek. Pálink. Vukovics mellett tovább fejelik, Timko hátra.
Simon. Albert, ez finom megoldás, Vukovics most nem kéne rontani. Vissza Albertnek, ki fog bent fejelni. Ott a helyzet, Csigán, de jó ég, mit hagyott ki. Állítom, hogy ez volt a nehezebb. Szorin. Az eddigi legszebb ferencvárosi támadás egy gyönyörűen középre adott labdával. Csigán 6 méterről nem találja el a kaput. Nagyon-nagyon nehéz ilyen masszív, zárt védekezés ellen játszani. Timko, Telek remekül szerzi meg, jó ütemben lépett ki Albert, Vukovics, Albert lerántják, Stupala. Egy jó szabadrúgás, és kifogja a kapus. Ez ügyes dolog volt. Azt a mindenit. Bentel vette észre a cselt. 32 percet tart a mérkőzés. Keller. Jó cselek és lövőhelyzet. Nagy nyomás alatt a szlován kapuja. Az első félidő utolsó perceiben, a 40. percben járunk. Fodor, lövőcsel, még tovább, rá kéne valakinek lőni fölé. Csigám. Dusangalis. Egy tenyérnyi hely, ott kell ellőni, ez a mai foci. Jó labda átvétel, és Keller indul meg. Egy nagy lehetőség megint Keller középre, két ember mellett elcsúszik, és megfogja Wenzel. Helyzet most már volt bőven, gól nem. Keller belövi a labdát, és itt kellett volna jobban eltalálni a Vukovicsnak. Fél időben nem volt különösebb gond. Semmi olyan hírt nem kaptunk, hogy rendbontás történt volna. Reméljük ilyen a Bratislavával szemben. Csak ennyire volt elegendő. És még egy gondolatot hadd tegyek hozzá. Remélem, miután itt békében lezajlott a mérkőzés, hogy békében mindenki majd hazamegy. Az ügy tanulságait nem szabad, nem is kell elfelejteni. De azt mondta egy szlovákiai ismerősöm, kérem szépen, mi itt élünk egymás mellett. Magyar volt az illető, Szlovákiában élő magyar. Nekünk itt kell megtalálnunk a közös utat egymás mellett. Tessék ezt végszónak is tekinteni. A Ferencváros becsületesen küzdött, de az első mérkőzésen elszúrta a továbbjutást. Továbbjutó a Szlován Bratislava.